Hát ti kávét ne hozzak! Gyerünk dolgozni! Munkára! Gyerünk dolgozni! Munkára! Pepita! Mi ez a kiabálás? Mi baja Armandónak? Egyszerűen borzalmas hangulatban van. És ennek semmi köze a bárhoz, nem bizony. Az a baja, hogy Rosario elhagyta. Azt nem csodálom. És a legrosszabb, hogy nem hiszem, hogy visszajön. Ha Armandito nem kapja vissza az asszonykáját, a végén még megöli magát. Szegény képtelen nélküle élni. Lehet, hogy Don Armandito a főnököm, de attól még nem engem kéne okolnia azért, mert Rosario elhagyta. Nekem ehhez semmi közöm, Aldo. Borzalmas hangulatban van. Még magát se bírja elviselni. És akkor nekünk miért kéne őt elviselnünk? Hol a fenében? Hol a fenében vannak azok az átkozott viszkik? Figyelj, nézd csak. Lehet, hogy odafent vannak. Hé, hey, Aldo. Megtennéd, hogy hozol nekem egy létrát, hogy megnézzem? Persze. Olyan rossz ilyen szomorúnak látni. Szegényke depressziós, amióta Rosario elment. Ez a nő kétségkívül ezer apró darabra törte össze a szívét, Panchita. Istenem, remélem nem hal bele a szerelembe. Mekkora hűhó, és erre meg itt vannak a nyavajás viszkik. Mondd csak, Aldo, ezek a kötelek tartják csak ezt a vackot? Nem. De mindenképp szükség van rájuk. Különben leszakadna, mert túl nagy súly van rajta. Ha akarod, akkor elmehetsz. Majd én kiviszem a viszkiket. Menj csak! Próbáld fel, és nézd meg, hogy jó-e. Köszönöm. Hogyha szükségetek van még valamire, akkor nyugodtan szóljatok. Nem mehettek úgy haza, mint valami bohócok. Isten áldjon a segítségedért, Gabrielita. Azok a rohadt gazemberek majdnem megöltek minket. Látnod kellett volna őket. Nos, mondjátok el, mi történt pontosan? Mit csináltak? El se tudod képzelni azt a szörnyűséget. Vízbe akartak folytani minket. Az a vadállat Juárez és a mocskos bűnbandája megtámadtak minket. Rátvetették magukat a csupasz felső testükkel. Mi az? Nagy tigrisként viselkedtek, és ilyen megöltek minket. Egyszerűen borzalmas volt. Mi történt? Valami rá kell el is a barát. Nem, micsoda horror. Micsoda? Azt hittem, meghalok. A legrosszabb az volt, hogy hozzánk is értek. Hozzátok nyúltak? Igen. A mindenit. Felemeltek minket, mint egy zsák krumplit, és egy mocskos furgonba dobtak. Szörnye megaláztak minket. És ami a legrosszabb, hogy Ruth nem akart hazajönni velem. Inkább ott maradt azokkal a szégyentelenekkel. Elvesztettem Gabriela. Örökre elvesztettem őt. Nem. Próbálj megnyugodni. Meglátod, minden rendbe jön. Nem hiszem. Nem tudom, mit műveltek vele azok a gazemberek. De biztosan kényszerítették őt, hogy ott maradjon. Aj, Gabriela, hogyha hallottad volna őt. Azt mondta nekem, hogy a testvéreiként tekint azokra a betyárokra. El tudod képzelni? Elvesztettem, Gabriela. Érzem, hogy végérvényesen elvesztettem őt.
Végre itt van, amit kerestem. A tökéletes csapda, hogy végezzek Don Armandittóval. Balesetnek fog tűnni, és senki sem fog gyanakodni. Ettől a szent pillanattól kezdve az én drága kis főnököm percei meg vannak számlálva, és soha többé nem fog megalázni. Ezt el sem hiszem, kislányok! El sem hiszem! Bár csak ott lehette volna, hogy az első sorban nézzem végig az egész műsort! El tudjátok képzelni, hogy a vénbanyák rémülten rohangálnak és sikoltoznak? Csurom vízeser! Egymerő vízeser! Ennyi, nagyapa, kérlek, ne! Gondoljatok bele! Nem is tudom, mit érzek! El tudjátok képzelni a vén rákelt csurom vízesen és kócosan! Nagypapa, nagyapa, kérlek szépen, légy egy kicsit tapintatosabb szegényekkel. Nem, a csodákat leszek velük tapintatosabb. Ezek csak egy rakás minden lében kanálvénasszonyok. Valakinek meg kellett állítani őket, igen. És ez volt Juan Reyes, úgy bizony. Nem, nem, őszintén szólva szerintem nem cselekedett helyesen. Dehogy is nem. Normál. Nem, dehogy nem. Helyesen csinálta. Én is ezt tettem volna. Gratulálok, drágám. Gratulálok, mert egy igazi férfihoz mész hozzá, aki nem fél szembenézni senkivel sem. Ez Juan Reyes. Igen, de Raquelita és azok a hölgyek tiszteletet érdemelnek. A tiszteletet? Nem igaz? Nem? Milyen tisztelete? Te nem is ismerik azt a szót, hogy tisztelet. Én is ezt tettem volna, vagy még rosszabbat. Ugyan már. El tudjátok képzelni? Meséljetek! Nagyapa, elég! Azok a fiúk! Elnézést, hogy félbeszakítom ezt a roppant fontos beszélgetést. De a vacsora tálalva, és csak is rátok várok. Mégis mi olyan vicces, apa? Kibírhatatlan vagy! Bocsáss meg, drágám! De egyfolytában azok a banyák járnak a fejemben, ahogyan sikítoznak és rohangálnak, mint akiket megszállt az ördög. Nem, miután Juan Reyes meg az emberei vizet öntenek rájuk, hát ez állati vicces! Ez már több a soknál, apa! Már megint hallgatóztál az ajtónál. Mikor szoksz már le erről? Ugyan, Gabriela, ki szokna le a fürkészésről azok után, amiket én láttam? Ezek a banyák úgy néztek ki, mint akik egy horrorfilmből szabadultak. Szerintem meg ennek a vadember Juan Reyesnek a viselkedése volt horror. Csak egy vadállatnak jut eszébe ilyen barbárságot tenni egy olyan idős, védtelen asszonnyal, mint Raquel, aki csak a lányát akarta visszakapni. Még hogy a múmia védtelen asszony? Ugyan már, Gabriela, az a bestia, a többi vércívóval karöltve, oda ment sértegetni és szidalmazni azokat a szegény fiúkat, mikor ők csak annyit tettek, hogy megóvtak és segítettek egy tehetetlen lány, amikor kellett. Ruth viselkedése véleményem szerint minden szempontból nézve elítélendő. Nem kellett volna elhagynia az otthonát, hogy azoknak a bűnözőknek a bűntanyájára menjen. Igazán? Akkor hadd emlékeztesselek, anya, hogy én azon a bűntanyán fogok élni. És az egyik bűnöző a fiam apja. Ő a férfi, akihez hozzám megyek, aki a férjem lesz. Pontosan, Norma. Nézd meg, kihez mész hozzá. Nézd, milyen vadembert választottál férjednek. Ezzel a bűnözővel lép szövetségre örökre. Norma, ez az ember nagyon veszélyes. Nos, minden esetre azonban nem Juan robbantotta ki a dolgot, anya. Ezért az egészért a közvetlen felelős Doña Raquelita. Nem volt joga oda menni és követelőzni. Nem.
Az igazi felelős ezért az egészért Ruth. Még ha dühös is volt az anyjára, nem kellett volna otthagynia, és nem kellett volna három férfi otthonába költöznie. Ruth roppant meggondolatlan. Tisztelettel tartozik Raquelnek. Engedelmeskednie kell a parancsainak, mint akármelyik gyereknek. Á, te meg milyen gyerekről beszélsz? Miért engedelmeskedne Ruth, ha tudja, hogy nem Raquel az anyja? Apa! Mi? Hát, kimondtam. Ez most már többé nem titok. Szóval ennyit. Az alkohol csak szép lassan megöl, és nem old meg semmit. És legfőképp nem hozza vissza Rosariót. Igen, nagyon jól tudom. Soha nem látom őt viszont, mert többé már nem jön vissza. Éppen ezért akarok meghalni, mert nem bírom nélküle. Elég, Armando, elég! Nem hagyom, hogy többet így áll, add ide azt az üveget! Keresztel, Pancha, mit csinálsz? Inkább a munkáddal foglalkozz, és hagyj engem békén! Ne szólj bele az életembe, mert tudom, hogy mit csinálok! Menj már! Hagyj békén! Én csak meg akarok halni, hogy vele lehessek. A bokrok pokrában, ahol most minden bizonnyal van. Aj, nem bírom tovább ezt a pokrot. Még meddig? Meddig kell még ebben a patkányukban lennem? Ó, Istenem! Nem vagyok biztos, hogy végig akarom csinálni. Mit tegyek? Mi van, ha nem biztos, hogy akarom Armando halálát? Ez nem volt más, mint egy dühkitörés. Semmi több. Ó, Istenem! Mit tegyek, hogy kimásszak ebből az egészből? Mit tegyek? Nagyon jó. Gyakorlatilag már kész is van. Lássuk, mi hiányzik még. Ez az. Égni. Aztán ideál? Nagyon jó. Ezúttal nem hibázom el. Mit csinálsz itt, ember? Minek kutakodsz itt tovább? Már megtaláltuk a viszkit. Nem mondd, hogy itt aludtál egész éjszaka. Nem. Hogy jött ilyen esetbe? Az a helyzet, hogy dolgoztam, mert rendet raktam. Hogyha Don Armandito belép ide, ne egy disznólat találjon itt. Jól van, de igyekezz, mert a főnök már keres téged. Rendben. Huh?